Amikor még alig valakinek jutott eszébe vietnámi kaját adni Budapesten, akkor vágott bele egy sikeres amerikai nagyvállalati karriert feladva András és felesége a Funky főbe, hogy végre olyan munkát végezhessenek, amivel igazán adnak valamit a világnak. Az ihletet a legjobb helyekről merítették. Másfél évig éltünk Ázsiában, megtetszett az ottani gasztronómia, meg az a fajta közvetlenség, ahogy ők viszonyulnak az étkezési élményhez. Illetve Amerikában pedig megtetszett ez a úgynevezett fast casual étterem szegmens, ami a gyors étterem és a leülős klasszikus étteremben vett étterem közötti hibrid. A recepteket a feleségem kezdte el kikísérletezni otthon. Elég gyakran tartottunk ilyen baráti vacsorákat, ahogy egyre közelebb került ez a gondolat, egyre céltudatosabban vietnámi kajákat főzött. Aztán a nyitás előtt egy hónappal felvettük a két jelenleg is itt dolgozó úriembert, a főszakácsot és a helyettesét, és minden nap volt gyakorlatilag tesztfőzés a mi konyhánkban otthon. Goemio díjas étterem, ami hivatalosa és Budapest egyik legjobb street foodját adja, csatlakozott a város hőséhez, aminek a keretei közt, ha támogatod az éhező gyerekeket, kedvezménnyel fogyaszthatsz az éttermekben. A befizetett pénzt tehát visszajön, szóval ingyen tettél valami nagyon jót a világgal. Szeretünk adni, tehát ez valahogy ennek a helynek a DNS-ébe kódolva van, hogy adjon. És ezen keresztül tudunk segíteni rászorulókon, úgyhogy ez win-win szituáció. Funky Fő, a Városhőse Klub tagja.